Simon Mária Veronika vagyok. Ez a nevet a szüleimtől úgy kaptam, hogy Jézus életének a 4., 5. és a 6. stációjából azok a személyiségek, akik őt elkísérték a keresztútján. Én ennek megfelelően élek. A számok jellemzik az életemet. 500 kiállításom volt eddig a világ 15 országában. Több mint 400 festményem helyezték el különböző múzeumokba, templomokba, közintézményekbe. 10 éve működik a saját iskolám, festőtanodám, és körülbelül 130 kötetet illusztráltam hazánkon belül és hazánkon túl is. Nekem a pályám nem mint festőművész indult el. Közgazdaságtudományi egyetemet végeztem, majd utána szakegyetemet, árszakértő, bírósági szakértőként végeztem, és abban is dolgoztam, és a klinikai halál állapotában én találkoztam Istennel, aki azt mondta, hogy nekem más dolgom van itt ezen a világon, és én akkor egyik napról a másikra áttértem a festészetre, azóta nagyon sokat tanultam, elvégeztem különböző szabad egyetemeket, majd elkerültem Salzburgba, ahol a 3 éves Salzburgi Leonardo Művész Akadémiát is elvégeztem mesterszakon, és azóta is rendszeresen képezem magam, és a megszerzett tudásomat igyekszem továbbadni, átadni. Nagyon különleges számomra az, hogy egy művész mindig újat és újat kell, hogy adjon az embereknek, ezért ismerkedem mindig a legújabb technikákkal. Nagyon sok külföldi alkotótábori meghívásom van. Több évig jártam Franciaországba, Saint-Michelbe, ahol a brüsszeli planetárium és parlament vendégei voltunk, és ott nagyon sokat tanítottak nekünk, mind elméletben, mind szakmai gyakorlatban is. Tevékenységem több lábon álló, mert egyrészt saját festőtanodámban tanítványokkal foglalkozom, másrészt 4 galériának én szervezem a művészeket, azon túl lovagrendi tevékenységeim vannak, hiszen 6 lovagrendben tevékenykedem. Ez egyrészt borlovagrendek, ahol van, ahol én vagyok a nagykövet, van, ahol hírvivő lovag vagyok, de van a történelmi Szent Lázár kórház és spotályos lovagrend, ahol komendaparancsnok vagyok, a Szent Erzsébet komendaparancsnoka. Azon kívül 12 művészkörben tevékenykedek, több helyen vezetőként szerepelek, például az Országos Cserhát művészkörnek én vagyok a művészeti vezetője, vagy a Tóth Ede alkotókörnek az alelnöke, vagy például a Székesfehérvárért Nemzetközi Művészkörnek a kurátora vagyok. Nagyon sok alkotótábort vezetek, eddig körülbelül 50-et is már megközelíti azoknak a száma, ahol különböző művészetre éhes fiatalokat, időseket próbálok egy kicsit a festészet rejtelmeibe bevezetni, és ami nekem számomra nagyon nagy feladat, és a legtöbbet tevékenykedek, az természetesen maga a festészet. Körülbelül olyan, nem is tudom talán megmondani a számot, több ezer a kép, ami elkészül, és ezek nagy része vagy kiállításokon vannak, vagy pedig különböző intézményekbe kerültek elhelyezésre a világ több országába. Számomra nagyon nagy dolog az, hogy egy mai élő festőművész eljuthatott odáig, hogy például Magyarországon nekem van festményem a Magyar Parlamentben, vagy például a Szent István Bazilikában 4 vagy 5 festményem is van itt Budapesten a képtárban,
vagy az is egy csodálatos dolog, épít van előttem, ha Párizsba, a katolikus misszióba ez az oltárképem van. De nagyon különleges az, hogy csak Erdélyben 30 templomi festményem van, ez is pont egy olyan festmény, amely Erdélyben, Biharban egy oltárkép, és ott több festményem jelent meg. És ami még különlegesség, hogy eljutottak a képeim tengeren túlra is. Kossuth Lajos festményem például New Yorkba a George Pataki vett át tőlem, a kormányzói hivatalba került elhelyezésre, vagy például a Calvin képen a New Yorki Vatikán, a New Yorki zsinat, tehát a református zsinat kérte ezt a képet tőlem, és oda került el a Calvin János. És itt Magyarországon több intézményben, több templomban vannak olyan képeim. A legbüszkébb Apor Vilmosra vagyok, mert Apor Vilmos indított el engem a pályámon, mert amikor őt boldoggá avatták, akkor Rómában nagyon-nagyon sok, több tízezer kis kép készült, és ahogy járom a világot, állandóan találkozom olyan, hogy előveszik azt a kis képet, és megmutatják nekem, hogy igen, mi ismerjük az ön művészetét. És ami még számomra különlegesség, hogy én több éve festem a Mesteremberekről sorozatot, itt van is egy kis könyv, a régi mesterségek dicsérete. Körülbelül 60 mesterembert festettem már meg a szerszámaival együtt, és ezek a mesterségek, ezek egy állandó kiállításra, majd Móron kerülnek bemutatásra, ahol ott lesznek a szerszámaikkal a mesteremberek, és ez csodálatos dolog, hogy lehet az utókornak így felmutatni a gyerekeknek a mesteremberekről ilyen klassz dolgokat. De ugye mesekönyveket is illusztrálok, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával került például a kiadásra ez a mesekönyvem. És ami számomra, mint záró elismerésként nyugtázhatom, legnagyobb elismerés, hiszen én egy katolikus ember vagyok, hogy a Vatikánba is került el két festményem, és egy vatikáni aranyéremmel térhettem haza. Amint az átlag életpályámról kitűnik, én egy békességszerető és békességteremtő ember vagyok, és ez a családomban is így van. Egy gyönyörű, szép, tartalmas házas életet élek férjemmel, aki szintén művész, a kortárs írók verseit zenésíti meg és adja elő kiállításokon. Már eddig 6 önálló CD-je jelent meg, és egy szép művész utat járunk be mi ketten. A gyermekeink már felnőttek, 3 felnőtt lányunk van, sikeresek, az egyik ügyvéd, a másik menedzser, a harmadik éppen most szült, a szülési szabadságon van, 3 kisunokánk van, az egyik az a válogatott focista maga korosztályába, a 17-19 évesek között. Nem mondom, hogy sűrűn tudunk találkozni, mert olyan az életünk, hogy nagyon sokat utazunk, ugye azért évente 50-60 kiállítás az elég sokszor talál bennünket úton, külföldön. Volt már egy olyan jó jelenet, amikor felhívott a kisunokám, hogy nem vinném-e haza iskolából, aztán mondtam neki, hogy édesem, hát most Varsóban vagyunk, úgyhogy most nem tudlak elvinni. De a következő héten, amikor hazajöttem, én hívtam fel, és akkor ő pedig mondta, hogy ő meg Svájcban van, mert ugye akkor mentek ki a futballtársaival. Hát egy ilyen érdekes életünk van, de úgy érzem, hogy nagyon boldogok vagyunk, és nagyon tartalmas életet élünk.